Nyitáskor elsőnek érkeztél ma Ajkán itt a strandra. Honnan tudtad, hogy nyitni fog a strand? Ajkai szóba láttuk, és akkor gondoltuk, kijövünk, mert határoztuk, hogy haveromba adja az oldalszatot, én meg az előrét a fölülről, és igen. Én elnéztelek itt benneteket, ahogy ugráltok. Ugyanazt szokták mondani, hogy a gondolat nem hallatszik ki a fejből, de én azt gondolom, hogy nektek ez a kedvenc elemetek itt a strandon, ez az ugráló. Igen, ez. Meg a csúszda néha, meg az ülőmerence ott. Akkor már ti is várjátok, hogy 11 óra legyen és nyisson a csúszda? Igen, azt is várjuk. Azért jöttetek ilyen korán, mert tudjátok, hogy ilyenkor még kevesen vannak, és nyugodtabban lehet ugrálni az ugrálómerenc? Lehet még gyakorolni az ugrásokat, és utána már sokan vannak, és utána már nem lehet, mert tömeg van. Vártátok már a strandnyitást, vagy teljesen véletlen volt, hogy megláttátok az újságban, hogy hú, nyit a strand, akkor jöjjünk? Hát vártuk. Vártuk már nagyon. Tehát már kerestétek minden platformon, hogy mikor kiírja azt, hogy végre ki fog nyitni a strand? Hát igen, már nagyon vártuk, meg nézegettük már az újságokat is, hogy jó, akkor nyit, akkor megyünk, és igen. Azt szokták mondani, hogy itt a Ajkai strand egy kicsit drága, és inkább elmennek vidékre. Ti hogy gondoljátok ezt? Hát nekünk, hát ez jobban tetszik, mint a más strand. Jobban jön be. Tehát ti nem is jártok máshova, csak az Ajka? Nem, hát ide szoktunk jönni strandra.